Sziasztok! A mai videóban a szeptemberi szerzeményeimet szeretném nektek megmutatni. Ezeket összegyűjtöttem egy szatyorba, kicsit nehéz, pedig nincs is olyan sok cucc. Olyan dolgok is lesznek, amiket kaptam, olyanok is, amiket vettem, és olyanok is, amiket tesztelésre kaptam, úgyhogy szerintem vágjunk is bele. Az első, amit megmutatnék, ami hát már szinte ilyen törzsvendégnek számít ezekben a videókban, az ez a Babylab Ultra Sensitive arclemosó, ami igazából egy babafürdető, de ugye én arclemosónak használom. Nagyon sokszor vettem már, nagyon sokat beszéltem róla, úgyhogy tudjátok, hogy mi róla a véleményem. Aztán van itt egy Pantene sampon, amit szintén többször vettem már újra, és úgy tűnik, hogy bevált, illetve vettem most ehhez egy balzsamot is, viszont nem ugyanazt a fajtát, mert hogy ez az extra volume sampon, ez pedig egy intenzív repair balzsam. Ugye nyilván a balzsamot a hajtöveidre nem kellett fel, csak így a végeire, illetve középről haladva, úgyhogy emiatt nem baj, hogy ez ilyen intenzív ápoló, nyilván nem fogja zsírosítani a hajadat, de puha lesz tőle. Meg vagyok elégedve tulajdonképpen ezzel a balzsammal, viszont semmi extra, azt gondolom. Szóval balzsam. De majd nyilván lesz róla teszt, hogyha elhasználtam. Jó, a húgomtól kaptam egy ilyen kétrészes kis pohár készletet, ami egy kávés pohár készlet. Így néz ki, szerintem nagyon-nagyon cuki, tök jól néz ki szerintem. Az öcsémtől kaptam egy ilyen makaronos dobozt, szerintem ez is nagyon-nagyon édes, tök jól néz ki, nagyon szép a színe, itt az asztalomon szoktam tartani. És most már ez helyettesíti a befőttes üveget, ugyanis ebbe gyűjtöm mostanában az aprót, és hát amit tudni kell, hogy ugye eddig gyűjtöttem az aprót, és abból vettem a kamerát, most igyekszem másra gyűjteni. Van több ötletem is, hogy mit szeretnék venni ebből az apróból, majd meglátjuk, hogy melyik lesz az, amelyiket megveszem. Jó, Kamitól kaptam ajándékba egy ilyen IKEA-s süti kiszúró készletet, amiben ugye nyilván ismeritek ezt a fajtát, van bele rénszarvas, mókus, csiga, maci, süni és róka. Köszi, Kami. Ezt majd egyébként lehet, hogy fogjátok látni a használat közben is, és Kami blogját pedig megtaláljátok lent az infoboxban. Még a hónap elején, vagy lehet, hogy ezt talán még augusztus végén nyertem, csak szeptember elején érkezett meg, egy nyereményjátékom a Glamour Everything blogon, ezt a Sunkiss Jelly-t, amit használtam már egy párszor. Egyelőre nem látom a hatását annyira, de igyekszem az egészet elhasználni, és utána egy átfogó tesztet írni róla. Nem szeretnék így elhamarkodottan erről beszélni. Meglátjuk, hogy mi is lesz abból. Ugye ezt a felsőt hajra nem lehet használni, viszont én egy ilyen áthidaló megoldásként szerettem volna ezt használni. Meglátjuk, hogy mi lesz a végső véleményem róla. Tartottunk csereberét is a lányokkal, ahol jött hozzám több minden. Például többek között ez a Rimmel rúzs, ami ugye egy ilyen hidratáló ajakrúzs, gyönyörű szép bordó színben. Láthatjátok, hogy ilyen mély bordó piros színe van. Aztán érkezett még akkor hozzám egy parfüm is, ez egy Avonos ilyen szélébré parfüm. Hazahoztam egy Essence Stay Matte Lip Cream-et, egy ilyen világos rózsaszín árnyalatban. Hoztam pár mintát is. Egy Manhattan Quick Dry körömlakkot, egy ilyen sötétkék, gyönyörűen csillogó színben. Ez a 710T árnyalat egyébként. Illetve egy Bomb Cosmetics ajakápolót, ami egy dinnyés. Ugye nekem ebből már megvolt az almás, de ennek is szuprétem, és nagyon-nagyon szeretem a dinnyét. Hazahoztam még egy Oriflame személypúdert is, ami egy ilyen
test vagy bőr színű szemhéjhúzat, és most leesett a teteje. Illetve egy Manhattan szemhéjpúdert, ami egy matt barna szín. Igazából lehet, hogy ez a szemöldökömre lenne jó, illetve a mélyítővonalba így hétköznaponként ki fogom próbálni, még eddig nem próbáltam ki. És Adamtól pedig kaptam ajándékba egy bögrét, mert hogy ő volt most egy ilyen konferencián, ahol előadást kellett tartani, és akkor mondtam, hogy valami ajándékot hozzál nekem, és hozott nekem egy bögrét, amin ez egy ilyen zománc bögre tulajdonképpen, ilyen bádog bögre, ami hát megtalált, tehát ugye ez a aljára volt írva, hogy ez a retrobögre.hu az, aki ezeket készíti, és Audrey Hepburn van rajta, úgyhogy nagyon örülök neki. Illetve kaptam egy tesztelni való csomagot a Henkel Magyarország Kft-től, és most felemelem ezt a zacskót, így egyszerűbb lesz. Volt ebben a csomagban egy Fa Magic Oil pink jázminos tusfürdő. Ennek tulajdonképpen egy kicsit ilyen rágógumis virág illata van. Volt ugyanígy tusfürdő, egy Blue Lotus, ami szerintem egy picit ilyen unisex illat egyébként. Nem is tudom, igen, unisex illat szerintem. És tudni kell ezekről a fatusfürdőkről, hogy ezek már akkor is hasonló csomagolásban voltak kaphatóak, amikor én még kicsi voltam. Nem tudom, hogy ez a része hogy nézett ki, de az biztos, hogy a tetejükön volt egy ilyen, ugyanilyen. És anyukámnak volt egy olyan, aminek sötét zöld volt ez a része. És amikor mi játszottunk, tehát ugye elfogyott az anya tusfürdője, elkértük az üveget, letörtük róla ezt a tetejét, és ez a kő volt, tehát ezt mi a smaragdnak használtuk, és akkor mondtuk, hogy ja, én vagyok a smaragd királynő, meg ilyen baromságok, és emiatt ez a fatusfürdőkhöz engem egy ilyen jó emlék is fűz. Aztán még szintén fa termék, egy ilyen folyékony szappan, Oriental Moments nevű, ami rózsa és szantálfa illatú, és ez egyébként nagyon hasonlít a Lenornak, azt hiszem, igen, a Lenornak az aranyszínű öblítőjéhez. Kaptam még egy fa ilyen sprédezodort, majd ezt is tesztelni fogom, illetve egy fa golyósdezodort is ugyanabban az illatban. És két vademekum fogkrémet, mindegyik ez a Non-Stop White termékcsaládhoz tartozik, az egyik az egy rendes fogkrém, a másik pedig ez a fajta, ami ugye egy fogkrém és szájvíz egyben, és hát nagyon kíváncsi leszek rájuk. Ezt fogom előbb elkezdeni használni, mert ugye ilyen nyomós fogkrémünk az most van megbontva, viszont tehát azt nem akarok újat megbontani addig, de ezt már ugye így is meg lehet bontani, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mit tudnak ezek is, és nyilván természetesen erre is fogok tesztet hozni. Illetve van itt még egy valami, ezt Szegeden vettem, az Arcade-ban lévő ilyen parti kellékesben, ez egy vámpírfog, aminek még lesz szerepe nyilván a csatorna életében. Úgyhogy igen, ez 190 forintba került. Minden terméknek az árát, aminek tudom, azt megtaláljátok lent az infoboxban, illetve a pontos megnevezésüket is. Ennyi lett volna a szeptemberi szerzeményeim. Hogyha valamelyikre tudok valami akciót, akkor azt nyilván le fogom írni szintén az infoboxba. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Sziasztok!